Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket egy újabb ilyen elmélkedésen. Gondolatok a könyvtárban címmel. Köszönöm szépen, hogy hallgattok. Köszönöm, hogy, hogy hogy néztek. Köszönöm, hogy talán van értelme ezeket a gondolatokat elmondani. Talán van értelme, hogy ezek megszületnek, és talán sokszor jó talajba hullanak, és talán ad valamit az embereknek, a világnak talán valamit hozzáad, és talán valamit nem elvesz. Mennyire fontos az a világban, igaz, hogy, hogy bármivel, amit mi tudunk adni, vagy amit mi adni tudunk, ami a mi képességünk, ami a mi tehetségünk, amiben mi jók vagyunk, Hogy amiben azt gondoljuk, hogy jók vagyunk. Hogy azzal emelni tudjunk, adni tudjunk, hozzátenni tudjunk, és ne pedig rombolni, butítani, és elvenni. Nos, kicsit arra gondoltam, hogy beszélnék erről az időminőségről, ami most van. én először találkoztam azzal a rendszerrel, ami figyeli az időminőséget, amit többek között önismerő világ megismerő térkép, amit úgy hívunk, hogy asztrológia. Ezzel először 2007 8 ban találkoztam, és utána ugye elkezdett érdekelni, és úgy figyeltem, hogy mi, mit jelent, mi az, hogyha valaki, mit oroszlán vagy ők most, akkor mi az a bikára, mi jellemző, meg a ikrek, akkor az most hogy? És akkor ezt így figyelgettem, nézegettem, olvasgattam, tanulgattam, lettek komoly asztrológus mesterek barátaim, nagyon-nagyon köszönöm őket, mint Kaló kalójenő mestert a barátomnak tudhatom. Egy nagyon nagy kegy, és mint kis József Zsolt barátomat, aki szintén egy nagyon komoly mester szinten van, és nem csak az asztrológiában. Őt is nagyon jó barátomnak tarthatom, és, és, és én a tanítványának is mondom magam. A felföldi is sokat tanultam. Ambrus Ferenctől is. És hát évek óta követem Külföldi, akár a nyugati asztrológiát, akár védikus asztrológusokat, amerikaiakat, indiaiakat. Van egy négy-öt ember, akit rendszeresen követek és figyelek. És hát tanulgatom, figyelgetem a saját képletemet is, most már 5-6 éve minimum, nagyon rendszeresen, nagyon szinte naponta figyelem, és mind a most már más emberekét is, akikkel találkozom. Elkérem, hogy tudják a születési óra is, és nézegetem, hogy próbálok tanulni ezáltal is. Magamról, emberi kapcsolatokról, tanulnivalókról, utakról és a világról is egy picit, most arra gondoltam, hogy egy picit erről beszélnék az én megértési szintemen, ahol én most tartok, amit én most látok, amit én tanultam, amit én hallottam, amit én is már látni vélek. Jelzem, én nem vagyok asztrológus. Se. Sok minden nem vagyok. De érdekel, és szeretem, figyelgetem, Én, mint ilyen kis amatőr asztrológiával foglalkozó emberke, azt meg tudtam mondani, és ez nagyon érdekes volt, hogy lehet, hogy a mintalpák forgatása tavasszal, még az is lehet, hogy leáll. Ezt senki nem mondta akkor ezt, amikor forgattuk, december január tehát ez, ez lehetetlen volt. Tehát egy forgatás az nem áll le, sokkal komolyabb pénzek vannak minden. És néztem, hogy basszus, pedig azt látom, hogy ez lehet, hogy meg fog szakadni. Tehát itt lesz valami olyan dolog, dolog amit, ami még az is lehet, hogy esküszöm, hogy leáll a forgatás. És akkor mondtam a többi színész barátaimnak ott, akik már nem mit hülyére néznek rá, hanem úgy kicsit úgy már talán hisznek is nekem, vagy azt mondják, no, mondd egy-két olyan dolgot az Iván, ami nem talán barobság, vagy amit, hogy tényleg be is jött meg, abit, tényleg úgy, úgy van ami nem engem dicsér, hanem, hanem hát, illetve azt is, hogy én mit olvasok ki belőle, de inkább, ha már itt tartunk, akkor például ezt a tudományt, mert én ezt igen is tudom, gondolom az asztrológiát. Nagyon összetett, nagyon bonyolult eh, év, -ezeredekig, ezt egyetemeken tanították egészen a múlt századig. Tehát ez egy, ez egy komoly, komoly dolog az asztrológia. És akkor mondom, nem értek hozzá, de már, már ezt is ki tudtam egy-két dolgot olvasni. Meg egy-két embernek is, ha ránézek, akkor már tudtam olyat mondani, akár a színészeknek is, hogy hmm, ez az, és ez tényleg úgy, úgy van. Úgyhogy ez jó. No de. És olyan dolgokat meg tudtam mondani, hogy végül tényleg a forgatás le is állt. Te hát, honnan tudhattam volna? De olyan volt az időm minőség, tehát nem az időnek a mennyisége, hogy 5 óra, négy óra, három óra, két hét, négy év, öt év? Ez a mennyisége az időnek. Hanem van az időnek minősége is. Mire jó? Mire nem jó? Mire tanít? Mit ad? Mivel lehet olyankor dolgozni? miben lehet fejlődni, mire tanít. Miről szól ez az időszak. Ez a minősége. Akkor azt meg tudtam látni. Na most ez az év, és egy picit erről beszélnék, nem úgy, mint úgy, mint egy ember, tehát nem úgy, mint asztrológus, tehát nálam. Tehát ha asztrológust akartok hallani, hallgatni, akkor menjetek profi oldalakra, ez csak megint az én ugye, elmélkedés, ugye gondolatok a könyvtárban, szabad, spontán elmélkedések, személyes megéléseim. Tehát én mit látok, hol tartok. Szóval itt ez az év, ez, ez, ez meghatározó. Nem csak az ember szempontjából, egy-egy ember szempontjából, hanem a világ szempontjából is. Hatalmas, hatalmas, gyökeres, teljes átalakulás történik meg a világban. Megtanulunk felelősséget vállalni, vagy arra tanít, aztán ki tudja, hogy megtanulunk-e. Megtanulunk, hogy -e. megtanulunk, arra tanít, hogy felnőjünk, hogy érettek legyünk kiki bizonyos területeken, de hogy érettek legyünk, hogy felnőjünk, hogy felelősséget tudjunk vállalni, hogy bölcsüljünk, hogy mélyüljünk, hogy érjünk. Arra tanít, hogy vannak olyan dolgok, amik meghalnak. Akár sajnos, ugye látjuk, még egyes emberek is vannak, akik meghalnak, tehát fizikailag. De nem is kell feltétlen erre gondolni, feltétlen. Vannak bennünk részek, amik meghalnak. Vannak olyan életterületeink, amik meghalhatnak, elmúlhatnak, elengedődhetnek. És ezekből újjászületnek. És ez egy kulcs, hogy újjászületnek. Meghal a régi rész, meghal egy-egy dolog, meghal egy-egy életterület, meghal egy-egy mintánk, tulajdonságunk, és újjászületik az egész. És ez mind vehető egy-egy emberre is, és mind vehető az egész társadalomra is. Az emberiségre, a világra. Hogy ideje bizonyos dolgokat, hogy úgy mondjam, elhagyni, elengedni, meghalasztani, és újjá születtetni, újjá születni, engedni, újjászületni, hagyni. És meg kell tanuljon az egyéni ember is, meg az egész emberiség társadalom felnőni, felelősséget vállalni. Éretten gondolkodni, bölcsen gondolkodni, felelősséggel, a gyönyörű természettel, a világgal, magunkkal, harmóniában. És itt egy harmadik dolog, hogy még mit tanulunk. egyébként minden, ami a régi, merev, kemény struktúra, hatalmi, kemény, merev, ego struktúrák letörnek, leszakadnak, elhagyódnak, meghalnak. Persze ez nem feltétlenül megy ilyen könnyen, mert erre, erről szól a tanítás, ezt kéne megtanulni, de aztán nem biztos, hogy ezt olyan könnyen az egy-egy ember, egy-egy embercsoport, egy-egy közösség egy-egy egó, egy-egy egó közösség engedi és hagyja, és ebből lesznek feszültségek. Hogy ezt nem hagyom, nem akarom a változást, nem akarom elengedni, nem akarom elhagyni a, a, az erőmet, a hatalmamat, a, 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 az erővel, a hatalommal, a keménységgel való működtetését, a régi rendszereknek a működtetését, ez lehet bármilyen rendszer, bármilyen... Egy-egy emberen belül, meg embercsoportokon belül, társadalmakon, országokon belül, népenken belül. És hát van egy nagyon fontos dolog még, hogy érték, értékrendváltozás van. Tehát belepiszkál abba a dologba is az, az egész egy év minimum, ez nem konkrétan egy év, ez több, ez csak egy nagyon nagy átváltozás. Itt az elején aztán változik, aztán indul el a nagy változás. De hogy ö, mi az értékrendünk? Mi érték, és mi nem? Mi értékes, mi nem? Mi az érték? Miről gondolom, hogy értékes? És itt be kell hozzam a pénz fogalmát, ugye? Mi egy értékmérő eszköz, egység? A pénz, az egy egység, ami szerintünk ma a világon nem annyira értékes. Az egy egységet cserélem be azért, ugye ezzel az egységgel, amit pénznek hívunk, becserélek valamit. Az adok egy egységet, és kapok valami értéket. Adok öt egységet ebből, akkor kicsit talán több, nagyobb értéket kapok. Na de ki mondja meg, hogy mi az érték? Mi az érték egy fa? Ott az a fa. Az érték? A fa, fia, méterre az nem tudom mennyi, és akkor megmondják. Mi az fenyő? A fenyőnek a méterre az, és akkor megmondják. Hát, de egy fa. Mi nagyobb érték tud lenni például, mint egy fa az erdőben, ami által tudunk lélegezni ami oxigént ad, ami életet ad. Megbecsüljük helyén ezt az értéket, ami egy darab fa. Megbecsüljük a helyén azt az értéket ma a világban, ami egy erdő. Megbecsüljük. Értékeljük. Helyén értékeljük. Pénzben, ugye az az értékmérő, pénzben kifejező ve is helyén értékeljük? Mindenki válaszolja meg maga. Mi ma az érték, amiért mondjuk tíz egységnyit adunk, vagy száz egységnyit, vagy ezer egységnyi, ilyen mondjuk pénznek hívunk, vagy tízezer egységnyit, vagy egy millió egységet, vagy száz millió egységet adunk. Nagy-nagy épületek, úgy hívjuk, hogy házak, minél távolabb vannak egymástól a falak, annál nagyobb, többetséget adunk érte. Minél hatalmasabb, minél távolabb vannak a falaik. Ugyanúgy négy fala van, vagy lehet, hogy értitek több, de jó távol van, akkor az nagyon-nagyon sokat adunk azért. Ez az nagyon értékes. Most már nem annyira megyünk, gyalog. Messze van. Vannak ilyen vas, meg ilyen fémből készült ilyen dobozok, alkókon van egy ilyen kerék, négy általában, és akkor az így gurul, nagyon, nagyon gyorsan tud gurulni. Ilyen fém doboz, és így nagyon gyorsan gurul. Beülsz, egyen, ketten, hárman, négyen is befértek, és így gurul nagyon gyorsan, és kényelmes, de fotelekbe lehet utazni. A zene is megy ez ma a világon az egyik legértékesebb. Ezekért adjuk nagyon sok ilyen egységet, pénzegységet. Minél nagyobb, minél gyorsabban angolos, minél nagyobb, annál nagyobb több ilyen egységet adunk. Minél nagyobb ahol ezek a falak, meg házak, ahol vagyunk, annál az adunk nagyobb egységet. Ezek, tehát magyarul ebben a világban ezek az értékek most. Ugye azt mondjuk, hogy materializmus, anyagiság. Mi még nagyon értékes ebben a világban? Olyan kövek, nem vannak a, alul a földben, hosszú idő után sok préselődés, sok hőt kaptak, nem tudom, és ilyen átlátszó és csillog kövek. Úgy hívjuk, hogy gyémánt, magyarul az a neve ennek. Ilyen kő, nagyon csillog, fehér, meg ilyen fura csiszolják, így szállni, az emberek újjukon hordják, meg ide teszik, az nagyon-nagyon-nagyon. Tehát ez a kő, az nagyon, na, valamiért azt, azt gondoltuk, hogy ez nagyon értékes. De ki mondta, semmi, valaki kitalálta, és akkor most mindenki, az, az ma nagyon értékes. Egy, így, ilyen pici kőért adunk, nem tudom, millió ilyen egységnyit, meg nem tudom. Egy, egy ilyen úgynevezett, hogy autó, úgy hívják ezeket a ilyen fém darabokat, egy, így megyünk, minél nagyobb, minél gyorsabb, akkor minél újabb, tehát kell az, hogy, hogy mikor készíthették. És hogy ezt az ajtót, autót hogy egy éve készítették, vagy most, vagy, vagy két éve, akkor nagyon sok ilyen egységbe adunk érte. Ha 5-8-10, akkor már nem annyira. És minél a te értékedet, annál jobban tudod emelni, minél inkább ilyen, minél inkább most készült ilyen fém darabban jársz. Ez ma érték, ez ma az érték, mi még érték? Vannak ilyen táska. Például van táska, de beleteszed az utcaidat. Meg eh, amit fölveszem, akkor nem így egyedül vagy egy gyönyörű erdőben, mint most én. Hanem mész emberek közé, ugye, hogy lássanak. És van egy ilyen hogy ne legyél mesztelen vagy félmesztelen, és van egy ilyen póló, úgyhogy egy ilyen rövidújú valami. És itt van egy ilyen tudom, egy, egy, fajta jel. Van 4, 5, 8, 10 fajta jel jel. Kitalálták, hogy milyen jelek vannak. És hogy az van rajta, itt, itt, minél nagyobb, az nagyon értékes. Az, az, azért ma nagyon sokat adunk. Itt van két gyönyörű pillangó, és itt mennek. Ott van egy gyönyörű felhő. Tassam. Picit nézzétek, picit menjetek ebbe bele. Néz ezt a világot. A csend, a nap, az állatok, a növény, a felhő, a madár a lelkünk, amikor látja a szépet. Egy-egy olyan mondat, ami kivirágoztatja a lelket. Egy-egy olyan mester, aki segít rájönni, hogy mi az élet értelme. Segít megtanulni minket élni, hogy túléljünk, stb. Egy, -egy olyan írás, ami tanít, hogy hogy legyen jobb ember. Hogy hogy szeresd jobban a másik embert. Hogy hogy éljünk itt békében, boldogan, teljességgel, bőségben mindenki. Egy-egy ilyen tanítás, egy-egy ilyen eszme, egy-egy ilyen mester, egy-egy ilyen könyv, egy-egy ilyen mondat, egy-egy ilyen videó, egy-egy ilyen... Hát az ma nem annyira érték. Az nem. Az, azért nem adunk sok egységet. Amikor ingyen is egészség, hogy egészséges legyél, azért adunk talán, talán. Hogy a lelked jól legyen. Hogy tanult, hogy hogy kell élni. Hogy miről szól ez? Hogy szeres? Hogy tudj megbocsájtani? Azért nem adunk sok egységet. Ezek szerint az nem annyira értékes. azt nem annyira mérjük. Tehát itt egy picit meg kell gondolkozunk. Az, hogy egy szerelem. A szeretet, az ölelés, egy csók, egy szeretkezés, egy jó étel, egy, egy oda bújás, egy mosoly, egy szép szó, egy szép könyv, egy, egy csoda írás, egy csoda mondat, egy, egy megemelő, lélekemelő, bármi. Az nem annyira érték. Miért? Honnan tudom? Mert az egységmérő, hogy ezt így pénznek, de ez egy egységmér, az, abból nem adunk annyit ezekért a legtöbbet a világon ezekért adjuk. Egy nagy ilyen autó, egy nagy ilyen ház, négy fa, és olyan ruhák, amik ilyen fura jelek vannak, amiket valami elismerünk, hogy ez nagyon, ez nagyon te, ez, ott van nem tudom milyen jel, két c meg az van ráírva, hogy tehát szavak vannak ráírva, amik azok, akik kitalált ezt a ruhát, tehát mindig ruha. ruha csak hogy valami fura színe van, vagy nem tudom, kicsit ilyen másabb, de hát ugyanúgy takar, nem tudom. Valaki ezt kitalálta, az ő nevét rátette, és a többiek ezt elismerik, akkor azt mondják, hogy ez nagyon értékes. <laughs> és akkor mindenki ilyet akar hordani. És hogyha ilyet hordasz, hát, nem lehet csak úgy ilyet hordani, mert nagyon sok egységmérőt kell azért kifizetni, de ha ilyet hordasz, sokáig dolgoztál, valami olyasmit csinált, hogy sok egységmérőd van, és ilyet kiadsz, akkor te is nagyon értékes leszel. Vagy nem? Kívül. Na most, hogy jó-e így a világ, és valóban az egész világ mindenség, erről szól -e, amit most mondunk, hogy tényleg ez az érték? Ezért a világ tanít minket, hogy vannak értékrend válságok, amikor ezek az értékrendeknek változnia kell. Át kell gondoljuk, át kell értékeljük az értékeinket, hogy most mi, mi az értékrend, mi a fontos hogy valakivel szerelemmel legyek, hogy valakivel a szívemmel együtt legyek és megoldjunk mindent, vagy mondjuk az, hogy nem tudom, nem tudom, legyen egy kiszámítható, kényelmes, biztonságos anyagi jövő. Legyen egy nagy házam, legyen egy nagy autó. Tehát mi a fontos, mi igazán értékes, mi igazán az alap nekem? E... Csak ezek változnak, ezek, ezek átalakulnak. És ez az, ez az, időszak most, vagy hogy kifelé élek, kifelé mutatok valamit, az az értékes, vagy hogy belül megélek valami szépet. És hogy akár egyedül mással belül megélek valami gyönyörűt, vagy hogy kifelé mit mutatok. Megfelelek, vagy hogy követem a világot. Mi az érték? És ez változik most többek között. De nagyon nehéz változón, amikor egy régi, nagy rendszer kell leomoljon, és az nem egyik napról a másikra működik, de nem is hétről hétre, de nem is havonta, és nem is évről-évre átalakul. De nem is alakul át egy-két év alatt. De elindul. És ennek van most időminősége, hogy az érték rend is változik. És ezzel együtt, hogy megváltozik, hogy valóban mi az érték. Igazából egyetemesen, eszenciálisan, mi érték tényleg az emberi lénynek, ami egyetemes emberi érték, és világban értékes és fontos, és hozzátez. Mik azok? És itt mondjuk az, hogy a materializmus kora lejár december 20-tól, vagy elindul egy másik időszak, ami minimum először 20 év, és aztán utána tovább. Amikor azt mondják, hogy a matéria korral lejárok, az nem azt hogy többé valószínűleg azt mondjuk, hogy nem. valószínűleg azt jelenti, hogy gondolom én, hogy nem azt jelenti, hogy nem lesz többet pénz, ez az egységmérő, hanem azt, hogy mire adom ki, mi fog több egységbe kerülni, és mi kevesebben. Mi érték, mit számítunk értéknek, mit tartunk most értéknek. Most csak egy magam foglalkozását mondjuk, egy, ha valaki csinál egy ilyen ruhát, az érték. valami összeállít egy autót, vagy elad neked, akkor az érték. De ha valakinek felolvasol egy szép verset, vagy valakinek énekelsz valamit, vagy külön, akinek egy, egy órában egy gyógyítod a lelkét, vagy segíted, az nem annyira érték. Hogy ez és hosszú távú értéke van, melyiknek van, és valóban tényleg mi érték. Most csak mondom valamit tényleg így, de ezt millió hosszan lehetne erről beszélni, meg tudjátok is. Ezeket csak így beindítónak dobtam be. De hogy ez változik most. Ez változik most. És ezzel együtt az is, hogy hogy kapcsolódunk a, a ma, a, az embernek az igazi, magasabb rendű szellemiségéhez, a szellemi lényünkhöz minden, ami, ami a láthatón, a matérián túli, hogy kapcsolódunk belőle a lelkünkkel, és hogy kapcsolódunk össze a világmindenséggel, az univerzummal, Istennel, bárhogyan hívjuk. Ennek is van most időszaka. És itt sok feszültség van, sok törés lehet, sok fájdalom lehet, sok szenvedés lehet. Adott esetben egy-egy következményből, vagy kegyelemből, vagy annyira letét útról az emberek akár meg is halhatnak. Tehát fizikailag is nem csak egy-egy részük, vagy egy-egy tulajdonság, vagy egy-egy minta, vagy egy-egy struktúra. De azt mondják, hogy akik mi most vagyunk ezen a Földön, az szinte azért, értsétek jól, vettünk jegyet most arra, azért jöttünk ide, hogy ezt az időszakot most éljük át. Ez iszonyú fontos. Nagyon nagy szerepünk van, és úgy tud lenni nagy szerepünk a világ jó felé való változásában, ha mi magunk, magunkon kezdjük a változást, mi magunk elkezdjük megnézni, hogy mi érték, mi nem, mire adok ki, mi nem, mi magunk észreveszünk, hogy a az egónkból, hogy engedjük el a a hatalmi, a, a kemény, a megmerevedett, a régi, a, a dirigáló, a befeszült, a, az idejét múlt dolgokat, az idejét múlt hiedelmeinket, az idejét múlt destruktív szokásainkat, gondolatainkat, működéseinket, hogy megyünk bele a mélyünkbe, tudatalattinkba, a legmélyünkbe, hogy kezdünk el dolgozni magunkon, hogy teljesebb emberré váljunk és realizáljuk azt, akik vagyunk megismerjük azt, hogy ki vagyunk, és megismerjük azt, hogy ki nem vagyunk, megismerjük az egót, és rájövünk, hogy azok, hogy nem vagyunk mi. És hogy tanulunk? Megbocsájtást, együttérzést, szeretetet, bölcsességet, türelmet, kis korlátozottságot, visszaszorítottságot, hogy elégedünk meg, Kis dolgokkal is, hogy örülünk a kis dolgoknak, hogy becsüljük meg a dolgokat, hogy változik az értékrendünk, értékítéletünk, hogy vagyunk felnőttebbek, felelősségteljesebbek, bölcsebbek, érettebbek, működéseinkben, hozzáállásainkban, tulajdonságainkban, kapcsolatainkban. És ha nem érezzük, hogy mi felé kell menni, akkor sok szenvedést, fájdalmat, leszakadást, kint meghalásokat, csalódásokat, tanításokat, feszültséget, vitát, konfrontációt fogunk most átélni. És most volt egy kis pihi ugye ez indult el mondjuk azért úgy február-márciusban, és most úgy talán ilyen májustól, júni 15-től ott lett egy kis pihi. És most jön a második felvonás, második kör, amikor, amikor picit talán megpihentünk, de de most ez, ez december 20-ig eltart, amíg ez az újjászületés, hogy a matériából, a materializmus korát el nem hagyjuk, és át nem megyünk egy magasabb rendővé, amikor már nem csak a tárgyakat becsüljük, a külsőségeket, a külsőt, az anyagit, hanem, hanem, hanem talán a szellemit is, és a lelkit is, és a, a, valósabbat, az igazibbat, a mélyebbet. De addig most, augusztus közepétől végétől egy elég intenzív időszak indul el, ahol, ahol megint kaphatunk tanításokat arra, hogy korlátozásokra, leállásokra, türelemre, szükségre, szűkítésre, korlátozottságra, bármiben. Akár vendegélésben is, akár utazásban, akár költésben, akár viselkedésekben, akár hozzáállásban, te te tehát korlátok, bölcsesség, érés, kis korlátozottságok, kis-kis-kis, most, most okosan, most szűkösen, most figyelemmel, most okosan, és közben a lehető legjobb időszak van az újjászületésre, a befelé kapcsolódásra, a felfelé kapcsolódásra, a, a, a szellemi növekedésre, a spirituális növekedésre, a realizációkra, a magunk gyógyítására, a, a világgyógyítására, gyógyítására, a, az újjászületésre, a lelkiségre, a szakralitásunkra. Megtalálása az igazi énünk megtalálására, az összekapcsolódása mindenhatóval az univerzummal és magunkkal. Másik emberrel, megbocsájtásra, szeretetre. De nagyon lehet bennünk egy feszültség, egy akarat, egy vágy, egy egy... egy, egy ami ezt, ennek ellen feszül, ami ezt nem akarja, nem áll, nem áll. És kijöhet belőlünk az, hogy sok lehet a konfliktus, sok lehet az összetűzés, sok lehet a vita, sok lehet a harc, akár fegyveres harc a világban, akár fegyveres konfliktus, akár lázadások, hát nézzünk körbe, már most mik vannak. És ez még feszülhet augusztus végétől. Hát augusztus vége, szeptember elejétől egy kemény időszak tud jönni, akár ilyen október végéig, november közep vége. És az egész azért december 20-ig tartott. Illetve tart, akkor megyünk át valami másba. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy december 21-22, akkor már teljesen új világ. Ez egy átlépés. És akkor indul el egy új világ, ami minimum 20 éve leszúl előre. De ott egy új világba lépünk be. És ennek vagyunk most ilyen előfutárai, vagy en, ez, ez, eb, ezen dolgozunk most, ezen dolgozhatunk most. És ezt élhetjük meg most jól ezt élhetjük meg most bölcsen, és erre kaphatunk most tanításokat. És ha igazából össze vagyunk kapcsolódva belül, és figyeljük belül, és összekapcsolódunk felül, és, és meglátunk egy olyan régiót, és, és, és foglalkozunk a, 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 a lelkiséggel, a szakralitással, bennünk, magunkkal, a lelkünkkel, az értékrendünkkel, akár terápiák mindenfélek során, tehát itt fontos mindenféle ilyen lelki és mindenféle praxis. Akkor könnyebb lesz, akkor hatalmasat fejlődhetünk, érhetünk, bölcsülhetünk, újjászülethetünk, személyiségileg, emberileg, mindenhogyan. És akkor, de ha ez nincs meg ez a belső horgony, és erre való nyitása, többi, akkor elveszhetünk a külső világ történéseiben, és ott egyszer csak megint sokat tudunk majd adott esetben, lehetőség lehet akár sokat szenvedni kívül, vagy ö, fájni, vagy sokat vitázni, vagy sokat összefeszülni, vagy akár harcolni, vagy bármi. Egyéni szinten is mondom, meg, meg társadalmilag is. Úgyhogy ö, itt van egy nagyon erős, mars a, legjobb helyen, ami nagyon menne, nagyon akarná, nagyon... És van egy nagyon erős karmikus stop, egy karmikus fal, egy karmikus állj, gondolkozz el, mélyülj, nyugodj meg, türelem, most állj. És ez nagyon erős megy előre, és a nagyon erős állj. Ott lehet egy nagyon nagy ragadozó madár, gyönyörű, de nagy. Gyönyörűen szállt az égen. Azt a mindenit. Szóval, ha nem vagyunk elég éberek, ha nem vagyunk elég éberek megfigyelni a belső vágyainkat, a belső akaratunkat, a belső lázadásunkat, és ezzel nem dolgozunk, akkor esetleg cselekedhetünk tudattalanul, beszélhetünk tudattalanul, kommunikálhatunk tudattalanul. Ez a, ez a hatalmas erő, vágy, akarat, gyors vonat, ez használhatja negatívan a beszédünket, cselekedeteinket, tetteinket. És okosan kell, bölcsen kell, mert hatalmasat tudunk belül fejlődni. Ez egy ilyen időszak, és ez egy, ez egy csodálatos időszak valahol, és valahol mindené egy nagy, egy nagy isteni rendben van benne. Egy hatalmas isteni rendben van az egész benne. és nem tudjuk, hogy valami jó vagy rossz. Nem tudjuk. Egész egyszerűen nem tudjuk megállapítani mi a, az emberkék, hogy, hogy, ez jó vagy rossz, mert sokan, sokszor valami az elmével nem, nem látjuk, mert sokszor valami nagyon jónak tűnik. És nem biztos, hogy ez hosszú távon úgy jó, és ad, és valami borzasztónak tűnik, rettenetesnek, kínnak, fájdalomnak, katasztrófának, és az nevel igazából minket a leginkább. Az ad, és az adott minket inkább a leginkább. És az segít minket inkább a leginkább, és az ad kihívást nekünk a leginkább. Úgyhogy, mit is tudok mondani? Csendesüljünk, érjünk, figyeljünk befelé, legyünk éberek, foglalkozzunk a belsőnkkel, a szakralitással, a lelkünkkel, a spiritualitással, bárkinek, mindenkinek a hitével, dogmáktól mentesen, mindenki a, a hitével, szépen, kinyilva, a saját emberségét, lelkiségét kinyitva foglalkozzunk ezzel mert egy hatalmas átalakulásban vagyunk, és nagyon sokat fejlődhetünk, és fejlődünk is, és egy csodálatos dolog van itt. Minden látszólag rossz mellett, és rajtunk múlik, hogy milyen helyzetre, hogy reagálunk, hogy örjünk be vadul hülyén, vagy bölcsességgel, éretten, önreflektíven, önmagunkat átalakítóan. és ez foglalkozástól, kortól, nemtől, bőrszintől, születési helytől, hatalmunktól, társadalomban betöltött pozíciónktól teljesen független. Hát így. Okosan. Ölellek titeket, sziasztok!